Több kórház rehabilitációját tervezi a Kolozs megyei tanács, ezek technikai és anyagi vonatkozásairól döntöttek. A szemészeti klinikának és a gasztroenterológiai részlegnek több mint 9 millió lejt. A rehabilitációs kórház felújításához a 2%-os önrészt mintegy 140 ezer lejt biztosítanak. A Kolozs megyei önkormányzat több az ügykezelésében lévő kórház felújításának sarokszámait fogadta el legutóbbi ülésén. A rehabilitációs kórház felújítását, amely egy komplexebb projekt része lesz, önrészsel támogatják, illetve két olyan döntést is hoztak, amellyel elfogadták úgy a technikai, mint a pénzügyi tervet, a gasztroenterológiai részleg és a szemészeti klinikák feljavítására. Deák Ferenc megyei tanácsos elmondta, a megyében prioritásként kezelik a kórházak felújítását. Ezeket a kórházakat Kolozsváron még az 1900-as évek elején, 1800-as évek végén, 1900-as évek elején építették, és ezeknek a feljavításos modernizációjára szükség van. Ezért fontos nekünk, hogy egy olyan korszerű kórházaink legyenek Kolozsváron, ahol mindenki a megfelelő körülmények között tudja a szolgáltatást igénybe venni. A rehabilitációs kórház esetében 140,571 lejes önrészről döntöttek, a gasztroenterológiai részleg esetében az egy évig tartó felújításra közel 1,2 millió lejes összeget hagytak jóvá. A szemészeti klinika esetében tervezett nagyobb méretű felújításra, amely 4 évig tartana mintegy 8 millió lejes keretet fogadtak el.